A 16 éven aluli teniszezők Európa bajnoki selejtezőjének ad majd otthont hódmezővásárhely. Az esemény megrendezéséhez a helyi teniszklub 20 millió forintos támogatást kapott a várostól a ma reggeli rendkívüli közgyűlésem. A ma reggeli rendkívül ülésen 20 millió forintos támogatást szavaztak meg a képviselők a Vásárhelyi Teniszklubnak, mert a Magyar Teniszszövetség arra kérte a klubot, Rendezze meg a 16 éven aluliak Európa bajnoki selejtezőit. Fekete Ferenc sporttanácsnok a rendkívüli ülésen azt a javaslatot fogalmazta meg a támogatás megítélésekor, hogy nyissák meg a klubot a gyerekek a teniszezni vágyó vásárhelyek előtt is. Azt szeretnénk, hogy itt minél több gyermek próbálja meg teniszezni, minél több gyerek próbálja ezt a sportot, és ebben az egyesetben legyen élet. Ahhoz, hogy legyen élet, az valóban igaza van a teniszú hogy a maga körülményeket meg kell változtatni, és... Itt az épületen belül különböző vizes felújítása, világítás felújítása, a nagy modernizáció fog végrehajtódni, és ez ahogy ezeket a munkákat elvégezzük, valóban alkalmas lesz a nemzetközi versenynek a lebonyolítása, és alkalmas lesz arra is, hogy a hódmezővásár gyerek vagy felnőttek, vagy szülőkkel együtt látogassanak ide a sportétesítménybe. A sporttanácsnok már tárgyalt erről a kérdésről a teniszklub vezetőivel, hiszen nem ez az első alkalom, hogy az adófizetők költenek a ma még igen zárt körülmények között működő klubra. Emlékeztetett arra, hogy állami támogatásból készült el 2000-ben a jelenlegi létesítmény, valamint ehhez sok helyi vállalkozó is hozzájárult, de a környezetét, például a kerítést is, a stadionnal együtt az elmúlt időszakban készítették el. Fekete Ferenc szerint az adófizetők csak azt látják, hogy van vásárhelyen egy teniszklub, ám azt igazán nem tudják, mi is történik ott ha már áldozunk rá, és pénzeket rakunk, adófizető pénzeket rakunk be, akkor azért próbáljunk meg nyitni a város felé, és ők is nyitni a felé. Én úgy látom, hogy ez a tárgyalás nagyon jó jól végződött, és van hajlandósága arra, hogy igenis bekapcsolódik. A tervek szerint nagyon gyorsan realizálódni fog az, hogy megnyitja kapuit a teniszklub a vásárhelyiek előtt. Fekete Ferenc szerint ez már tavasszal megtörténhet. Amint a stadionban elkészül a rekordtámpálya, és a hétvégén is nyitva lesznek, ehhez már a vásárhelyi teniszklub is csatlakozni fog.